Sziasztok, Sándor Dávid vagyok az Artunkban, és igazából egy játékot szeretünk volna csinálni, ami hát egy ilyen real-time multiplayer cucc. Lehet, hogy nem vagyok túl kompetens, vagy most mindent abszolút perfekten mondjak el. A lényeg az, hogy ez egy ilyen... Túl sok fröccsöt itt, amit a nagy belegben. Azt mondjam, hogy lapozom végig, de igazából azt mondanám el, hogy itt alapján arról az, hogy karaktereket választhatunk, lefelé. Jó, be tudunk lépni egy játékba. Bocsánat, egy kicsit összeszedetlen vagyok, mert valahogy egy kicsit belemoktam, de... De a lényeg az, hogy ez alapvetően egy ilyen olyan játékban lenne szó, amivel mi a telefonon keresztül online tudunk játszani egymással. Ami nem egy újdonság persze, és most nem tudom, hogy lehet, hogy egy kicsit nem vagyunk jó szónok, tehát ezt nem tudom, hogy kaptam egy sok volt, aki azt mondja, hogy geolokációs napi játék. Aminek az alaptalan lényege, hogy egy nagyon egyszerű dolog. Tehát, hogy nem az, nem, tehát, hogy nem tudom, hogy ismeritek ezeket. Tehát, hogy van, aki jelent az Ingers, meg a nem tudom, társai, akik mondjuk alapvetően ugye arra hajaznak, hogy ilyen nagyon komoly kerettörténettel kezdenek el manipulálni, és azt az emberek így elkezdik nagyon komolyan venni, és egyszerűen elkezdenek egyről a kettőre jutni. Most ez a játék, ez alapvetően egy ilyen nagyon, nagyon primitív, hát időzőjelben tévedt primitív módon azt szeretné elérni, hogy az ember kezébe veszi a telefonját, ami teljesen egyszerű dolog, tehát ezt mindenki megteszi. De ezzel a dologgal, meg hogy rákapcsolok a Facebookra, meg a nem tudom, Twitterre, meg Foursquare-re, meg stb. Ezzel ellentétben ez a dolog, ez egy ilyen nagyon, nagyon, hogy mondjam, tehát egy ilyen viszonylag egyszerű módon próbál megszólítani társaságokat, barátokat, embereket, stb. Valójában ez nem a meghekkelés a mai estének, ez a basztal. Ez egy alapvetően egy ilyen vidám dologról szólna, amit karaktereket nem látjuk feltétlenül, de most megnézzük, tehát hogy van miért farkas, zombi, ember, vámpír, és szelv. Ezek tudnak egymással harcolni a játékban. Alapvetően hogy mondjam, tehát nem feltétlenül szükséges az, hogy túl kombinatívak legyenek az emberek, tehát hogy igazából arról van szó, hogy az ember kiválaszt magának egy karaktert, és azzal tud... Hát igen.
hogy az emberek karaktereket választhatnak, amikkel előre tudnak lépni. Igen, ennek a kérdések, és utána elmondjuk, hogy miért. Jó, mindenkitől elnézést kérek, kicsit talán. Na, kér, van valakinek kérdés? Köszönöm. Azon kívül, hogy mi ez. Nem muszáj megválaszolni. Hello. Szóval az van, hogy ez egy geolokációs alapú játék, aminek az a lényege, hogy fent van a játékosok fent vannak a térképen, és hogyha közel vannak hozzád, akkor meg tudod őket támadni. Minél erősebb vagy, azáltal, hogy másokat legyőztél, annál nagyobb körben tudsz támadni embereket. Van ebben egy ilyen algoritmus, ami kiszámítja azt, hogy mennyi, mekkora erővel tudsz támadni. Kicsit bosszantó a játékban az, hogy... Kicsit bosszantó a játékban az, hogy random-szerűen tudsz támadni. Tehát minél erősebb vagy, annál nagyobb valószínűséggel téged nem tudnak legyőzni, de azért néha beesik az, hogy le is győznek. Vannak mindenféle jövőképeink azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne kezdeni egy ilyen végtelenül egyszerű játékkal. Tehát felmértük a versenytársakat, tudjuk, hogy van az Ingress, meg a jó, nem az Omnirant említeném, de az összes Ingress kupi, ami létezik a világon. Kb. 11 hasonló a geolokációs alapú játék van, de azok ezerszer sokkal durvábbak. Nálunk annyi van, hogy bejelentkezel, és elkezdesz játszani. Egy meccs, az körülbelül ilyen 10 másodperc, szóval a mi célunk az, hogy minél többen játsszák, és amikor van egy unalmas percet, vagy vársz valakit, akkor hirtelen rengeteg idegen embert tudsz megtámadni a választott karaktereddel. Ha megtámadod a karaktert, és veszítesz, akkor átalakulsz azzá a karakterre, ami van. És igazából a játéknak a végcélja az az, hogy csak egy faj legyen a világon, tehát vagy ember, vagy zombi, vagy nem tudom, hogy elképesen volt az összes többit előbb. Szeretnék, hogyha kipróbálnátok, a felhívásban is szerepelt az, hogy ez egy maxi beta játék. Tényleg a legeslegegyszerűbben próbáltuk összerakni azért, hogy ez jó legyen. És hát, hogy várjuk az észrevételeket, meg a véleményeket, tekintve, hogy ez egy ilyen tényleg maxi garázs dolog, tehát kitalálták páran, egy cégen belül, teljesen szabadon kezdtünk el dolgozni ezen. Festünk, meg rajzolunk, meg nem tudom, tehát mindent megteszünk azért, hogy ez a legkevesebb költségvetésből jöjjön ki, annak ellenére, hogy remek emberek vannak velünk együtt, akik dolgoznak ezen a projekten. És hát igazából ez csak ennyi, hogy leülsz egy kocsmába, vársz valakit, vagy sem, és megtámadsz más embereket, és majdnem alakulsz át. Egy ilyen szinten jó geolokációs szinten is, mert látod, hogy a Forsper azért kicsit ilyen korlátozott, tehát hogy ott ismerned kell, stb. Itt nick nevek vannak, de tudod az ismerősöd nick nevét, és akkor vagy megtámadod, vagy nem, de azt mindenképpen tudni fogod, hogy hol van a városban. Aztán vannak ilyen terrapontok, amin itt is van egy terrapont, ezzel készültünk, aminek az a lényeg, hogy feltölti a ter energiáidat, támadó és harci energiáidat. Beszéljünk a terrapontról. Az a lényeg, hogy minden támadásnál csökken az életerőd. Ne tegyél élő álmákat. Na. És hogyha eljutsz bizonyos kocsmákba is, ami a belvárosban most már sokat telepítettünk, akkor minden egyes ilyen erőt fel tudsz tölteni, és akkor előről kezdheted a harcot, vagy legalábbis nem előről, de sokkal masszívabban támadhatod az ellenfelet, és sokkal nagyobb erőd van. Tehát nyilván célszerű az, hogy fogod magad, elmész egy közeli kocsmával, van egy terrapont, és a kicsit, mint van egy ilyen kis játékod valakivel, aki farkas, te meg zombi vagy, akkor azt mondod, hogy milyen, amely leszarlak, elmegy a terrapontba, feltöltöm magam, és onnantól fogva nincs esélyed. Hát valami ilyesmi lenne a játék, az előadásunk. Az igen, az nem lehetne győződni. Nagyon-nagyon félt, és igazából is. Hiszünk benne, és igazából ez egy nagyon egyszerű játék. Mint amilyen mi vagyunk. Hát, szóval azt szeretnék kérni, hogy van egy link valahol. Igen, itt. És azzal, hogy feltettünk már egy nagyon béta verziót az App Store-ba, de ez még nem jelent meg. És hogy aki képes arra, hogy nem is készültünk QR-kóddal, mert hogy akit érdekel, az egyszerűen fogja magát is beírja, akkor már elkezdhet játszani. És igazából nekünk ez egy ilyen teszt
Szóval mindenki, aki itt van, úgy tekintünk rá, hogy segítsetek nekünk tesztelni ezt a játékot, mert nekünk fontos az, hogy legyen ez a világon. Köszönjük szépen, kérdéseket várjuk. Hello! Mantra így lesz? Android lesz? Androidra és iPhone-ra is jövő héten kerül ki. Ez egy ilyen VIP. Igen. Marad a mobilodás verzió? Tehát minek Androidos meg iPhone-os? Hát szeretnénk azért, hogyha minél több helyen letölthető lenne, és senkinek ne kelljen bepöcsögni folyton ezeket. Találtuk egy browsert egyébként, ami megjegyzi ezeket az accountokat, de nem akarjuk, hogy ez ilyen macerás legyen a belépés. Tehát tényleg egy gomb, egyébként próbáljátok ki, tök jó hangokat tettünk bele, meg mindent. Tehát attól függetlenül, hogy nem biztos, hogy ezt jól adtuk elő, ettől függetlenül nagyon izgalmas. Sőt, nem tudjuk rosszul adtuk elő. Nem adtuk rosszul elő, csak máshogy, mint ahogy szoktál. Üzletelnünk azért az ezzel kapcsolatban engedjem, hogy tudom mondjam, tehát nincsenek konkrét elképzeléseink, most már vannak, de hogy ezek hosszú távol felül, szóval azt mondom, hogy ebben a dologban, mivel ilyen és hasonló játékok vannak a világban, amikben nem tudjuk feltétlenül, hogy mennyi üzletbevétel van, ettől függetlenül mi azt gondoljuk, hogy ebből nincs limitálva az, hogy ez hol fejlődhet. Tehát ugye helyeket meghatározni, ahol... Van a tengeren egy kis sziget, és majd azt fogjuk megvenni. Terrafogjuk lesznek, nem tudom, ahol... Igen, meg ilyen elixírek. Elixíreket lehet menni, ahol nem tudom. Ilyen játszik, emelje fel a kezét, aki Megapolisszal játszik. Viszont kevesen vannak. Az egy remek működő játék, nem azért vagyok. De ez sokkal egyszerűbb dolog. Tehát ugye közben azt mondom, hogy itt gyűjtögetsz levelet. Fanatikusokra építünk, akik energiát akarnak szerezni, és rengeteg ilyen, például a bárány, hogy belültől 50%-kal megemelkedik az erőt. Vagy ilyesmit. Mi bízunk a karaktereinkben, illetve bízunk magunkban, és így nem annak. Lehet, hogy ez egész egy hülyeség, mert persze nyilván technikailag ez titeket nem... Aki egy technikus... Nem szexi. Mondd ezt, hogy nem szexi. Technikailag nem szexi, de egyébként szexi, mert ezek a figurák szerintem nagyon kedvesek. A figurákra lehet indulni, és egyébként szerintem az egész egy jó ötlet. Ki kell dolgozni, ötleteket várunk. Meg tanácsokat az előadással. Az a kapcsolatban nem. Az előadás kapcsolatban nem, de a játékok kapcsolatban igen. Mindenkit várunk a bárpulthoz, amikor is nagyon le fogjuk hinni magunkat, és mindenkinek biztatásokat szeretnénk mondani, hogy annyira nem voltunk rosszak. Köszönjük szépen!